A Hímerház dísztermében ünnepélyes keretek között adták át a Schmidt Ferenc díjakat. A Székesfehérvár város önkormányzata által 2014-ben alapított elismerést azoknak az építészeknek ítéli oda a szakmai grémium, akik 1990 után létrejött alkotásukkal hozzájárultak a település városképének fejlődéséhez, építészeti kultúrájának előmozdításához, az épített környezet minőségének javításához. A Schmidt Ferenc díj az éppen ezt a törekvést igyekszik szakmailag visszaigazolni. Azért mondom, hogy szakmailag, mert a közgyűlés hoz ugyanis döntéseket, de közben a szakma az, amelyik javaslatokat fogalmaz meg, hogy mely épület vagy épületek tervezőit érdemes ezzel a díjjal kitüntetni és a munkájukat elismerni, éppen például azért, mert sikerül összehangolni egy történelmi belváros csodáit épített örökséget tekintetében, valamilyen modern épület résszel funkciójában is, tartalmában is, megjelenésében is. Schmidt Ferenc építészeti díjjal ismerték el Novák Róbert, okleveles építészmérnök munkáját, aki a Várkörúton épült impozáns belvárosi rezort többlakásos lakóépület építészeti megformálásával alkotott maradandót Székesfehérváron. Mindig nagy kihívás és nagy feladat, amikor egy ilyen történelmi belvárosi helyszínre kell épületet terveznünk, főleg egy olyan helyszínre, amit önmagában már nagyon patinás épületek vesznek körül, és műemléképületek is vesznek körül. Első lépésként mindig felszoktuk térképezni a környező épületeket, részletes felmérést készítünk a környező épületekről, magasságról, szerkezeti állapotukról. Ezeket mindig utána felvisszük egy háromdimenziós térképre, hogy be tudjuk a leendő épületeket illeszteni ebbe a környezetbe. Ugyancsak Schmidt Ferenc építészeti díjban részesült az Ács Miklós és Kovács Krisztina alkotópáros, a Szent Imre Gimnázium általános iskola és óvoda bővítésének és felújításának magas színvonalú alakításáért. Az alkotók karrierjük kezdete óta számos közös munkában vesznek részt, korábban a Várfal építész iroda Kft.-ben, majd külön tervező szervezetekben, de mindvégig együtt alkotva. A munka alapvetően egy tetőtérbeépítéssel indult, és ahogy így elkezdtünk foglalkozni a feladattal, úgy nőtte ki magát, átadom Miklósnak. Tehát tulajdonképpen az volt ebbe a feladatba az igazán jó, és talán abból jött létre ez a tényleg jó minőségű dolog, hogy nem voltak kötöttségeink, és szabadon gondolkozhattunk azon, hogy hogyan fogunk ehhez a munkához. Lantai Attila főépítész számára külön öröm, hogy idén mindkét elismeréssel székesfehérvári alkotókat köszönthettek. Szakmai értékelése alapján a díjazott épületekre a mértéktartás jellemző és egyszerre felelnek meg a beruházás szempontjainak, valamint a történelmi belváros örökségvédelmi és város szerkezeti kihívásainak.